Eddig egyetlen egyszer érte el a Nyíregyházi Állatparkhoz 500 ezres látogatószámot 2010-ben, amikor megnyílt a Zöld Piramis. Akkor novemberben jegyezhette fel ezt a történelmi számot Nyíregyháza egyik legkedveltebb turisztikai attrakciója. Most már október végén köszönhették a 500 000. látogatót egy négytagú család személyében. Szerencsről érkeztünk, és szinte havi rendszerességgel eljövünk, mert a gyerekek nagyon-nagyon szeretik az állatokat, így aztán a kedvükért gyakran ellátogatunk ide. A kedvenc állataik leginkább nem is annyira a többi gyereknek kedvenc állatok közül válogatnak. A kaméleonokat szeretik, a patkányokat, különböző rovarokat, bogarakat, kígyókat, amiket egyébként otthon is tartottunk már. Egy 120 ezeres vidéki városban hatalmas szenzációnak számít egy-egy ilyen látogató szám elérése, ezért ajándékkal is jutalmazták a családot. Kaptak egy egyészakás ingyen jegyet a Pangába, nyilván állatparki belépővel, és még nyíregyházi kis ajándékokat egy táskába. Nagyon nagy öröm, hogy már októberben túl vagyunk az 500 ezredik látogatón, ez azt mutatja, hogy az állatparkunk, amely tavaly a legnagyobb, legnépszerű turisztikai attrakció címet is elnyert, és ugye ez is közönségdíj, az változatlanul népszerű. Nem véletlenül a vidéki városok közül a leglátogatottabb turisztikai attrakció a sóstózó. Ez az eredmény az enyhe időnek is köszönhető. Az esőmentes nyárnak és ősznek bár sok ágazatban nem örülnek, az állatkert vezetősége annál inkább. Az időjárás mellett a szakmailag felkészült állatkerti dolgozók és az elsőrangú fejlesztések is hozzájárultak a sikerhez. A polgármester úr, a miniszterelnök úrral kötött egy olyan megállapodást, ami a magyar állatkerti történetbe egyedülálló fejlesztési lehetőséget biztosított a Nyíregyházi Állatparknak. Vidéki állatkert még ekkora fejlesztést nem kapott, ez a 7 milliárdos csomag, aminek a felénél tartunk, és ebből a 7 milliárdos csomagból már elkészült a főbejárat, megújultak a park útja és ugye a Hotel Panga, és most jön még a java. Az állatpark igazgatója hozzátette, hogy ezek a fejlesztések látványosak és nagyszabásúak voltak, de a következő beruházások is hasonló volumenűek lesznek.